Na sziasztok az én nevemben is, srácok, a lányok, reggel van. Nem ettem még semmit, viszont amint tudjátok, régen, már elég régen, réges régen, kaptam a MyProtein-től, az egyik támogatomtól egy ilyen bögrés sütit, amit most megcsinálunk. Megcsináljuk, megnézzük, hogy milyen. Nagyon fontos, a táplálékkiegészítők nem helyettesítik a rendes étkezést. Viszont ezt most megcsináljuk, úgyhogy go! 100 g-ban 4,8 zsír, 29 szénhidrát és 51 g fehérje található. Ha valakit érdekel. Azt mondja, hogy 50 g ebből bele a bögrébe. Hozzáadunk 70 ml vizet. Bele fog férni egy bögrébe? És összekeverjük. Berakjuk a mikróba 40-50 másodpercig, amíg elkezd feljönni a sütink. És utána 30 másodpercig hagyjuk lehűlni. Jó. Ami jó ebben az egészben, hogy nem egy bonyolult procedúra, amit hallottátok, ugyanis kettő darab összetörővel szükségünk. Ez belülről így néz ki. Kaptunk egy kanalat. Kivételesen a tetején van a kanál, ami késcsoda, mert az ilyen termékeknél a kanál valahogy mindig beúszik a mélybe. Úgyis nemrég volt farsang, úgyhogy ez most aktuális. Megkapcsoljuk a mérleget. Szuper. 50 gram. 49. 50. Oké. Okay. Na jöhet a matek. 100 gram az 1 deci. Akkor mennyi 70 milliliter víz gramban? Írjátok be kommentba. Ha rosszul írod, kibannollak. Szerintem azért elfogadjuk. Nagyon fontos, hogyha ez megvan, ez ugye így nekünk nem jó, mert ez így nagyon csomós, úgyhogy ezt az egészet elkeverjük. Jobban elkevertétek, mert mondjuk ebben mindig van egy-kettő ilyen kis csomó darab, annál jobb, mert hogyha csomós lesz, az senkinek se jó. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jól el kell keverni ezt az egészet. Egyébként kezd ilyen kicsit ilyen tésztás, vagy ilyen nem tudom milyen formát felvenni ez az egész. A pillanat, amikor megpróbálod elmosni a kanalat. A hátoldala. És az eleje. Oké, kész a mi kis mixünk, ezt berakjuk a mikróba 40-50 másodpercig. Ügy! Ügy! Aztán go! Na lássuk! Wow! Én ezt még egy 10 másodpercig visszarakom. Lehet az 50 jobb lett volna. Oké. Na gyere. De mikor kiveszem, akkor mindig leenged. Wow. Not bad. Hagyni kell kicsit lehűlni. Az illat az tök jó. Jó. Kíváncsi vagyok. Megkötött az egész. Ha szar lesz, elmondom. Nem fogom azt mondani, hogy jó, hogyha szar, úgyhogy nyugi. De ez finom. Ez tök jó. Kicsit talán, azaz, most ez lehet, hogy hangzik, de az a 5 milliliter, azt hiszem 5 milliliterrel több vizet raktunk hozzá. Lehet, hogy számít, mert kicsit ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon puha lett, de összességében ez egy finom süti lett. Jó, tök jó. Ráadásul ugye nem mindegy, hogy ebből csináljuk meg ezt a sütit, vagy pedig hozzuk a lisztet, aztán izé. Köszönöm srácok, hogy megnéztétek. Egy linket lerakok a leírásba, hogyha titeket is érdekel, csekkoljátok le. Nekem ez lesz már reggelünk. Meg még 7 tojás már valószínű. De tök finom lett, tényleg. Tényleg jó. Köszi szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok! Get a nigga chopped up on a Tuesday. Why the club going up on a Tuesday? This is doomsday, I can have Guadalupe come through and knock down a Trump out his toupee. Now look at his brains all on the sidewalk. He tucked the 38 and